Különféle játékok és mozgásfejlesztő eszközök garmadája a kislétai óvoda tornaszobájában. Ezt a helyiséget is most újították fel, ahogy sok mást is az intézményben. A tornaszobánknak a teljes körű felújítása valósult meg, tetőcserétől kezdve nyilászáróktól, vizes blokkoktól új játékeszközök érkeztek, amiket itt látnak az ikös a pályázat részei 3 millió forint értékben, illetve a fenti részünk az óvoda épületein is, tetőcsere, teljes körű festés, illetve falburkolatok felújítása, valamint intézményvezetőnek a szobája, tehát ilyen társalgó résznek a teljes körű felújítása valósult meg. Az épület külső-belső rendbetételére 50 millió forint jutott a Magyar Falu program keretéből, a tornaszoba felújítása pedig 15 millió forintból valósult meg. De összességében mióta megy a program, 3 év alatt 600 milliárd forintot költött a kormány a Magyar Falu program keretében el. A program lényege minél vonzóbbá tenni a falusi életet, olyan fejlesztések támogatásával, amelyek a lakosok helyben tartását segítik az 5000 főnél kisebb lélekszámú településeken. Egyáltalán nem akasztotta meg ezt a programot a járványhelyzet, sőt, pont ilyenkor van a legnagyobb szüksége arra, hogy minél inkább fel tudjuk pörgetni a gazdaságot, és emellett pedig meg tudjuk erősíteni a munkahelyeket, meg tudjuk erősíteni helyben a családokat és helyben az embereket, és a Magyar Falu program ezt a célt is tudja szolgálni. A kislétai óvoda két csoportjában 40 kisgyerek jár. A településen az elmúlt években több más fejlesztés is történt. Megvalósítottuk a szennyvízhálózat kiépítését, én szerintem az nagyon hasznos dolog, mert hiába tesszük ki a településünk bejáratához, hogy európai falu, hogyha környezetünkre nem vigyázunk. És a szennyvízhálózat kiépítése az hivatalosan deklarálta, hogy igenis vigyázunk a környezetünkre, óvjuk a vizeinket. A most elkészült óvoda felújítással nem ér véget a fejlesztések sora Kislétán. A ravatalozóra megnyert pályázatunk van, amit terveink szerint augusztus-szeptemberben fognak elkezdeni. Eszközbeszerzésünk valósult még meg Magyar Falu programban, és több beadott pályázatunk van még Magyar Falu program keretén belül. De van egy topos pályázatunk, bölcsőde, egy csoportszobás bölcsődére, az is megnyert pályázat, az pedig szeptemberben fog kezdődni. Az óvoda szomszédságában megépülő intézménnyel is az a cél, hogy a szülőknek ne kelljen a környező településre vinniük gyermekeiket, és helyben maradjanak.